Őszinte, naprakész, hiteles. Ezentúl Magyarország egyik legszebb stúdiójában vitatjuk meg a közélet mindenkit érintő kérdéseit. Kapcsoljon a megújult Echo TV-re. Echo, a nemzet hangja. Az LMP szerint az évszázad legrosszabb üzlete a paksi bővítés. Most a párt frakcióvezetőjétől tekintsenek meg egy rövid bejátszást, majd a gazdasági bizottság elnökével folytatjuk. Ha az Orbán kormány már az előkészítés időszakában igazolni akarná a paksi bővítési beruházás ellenzőinek összes aggodalmát, akkor sem csinálhatnák tökéletesebben. Süli miniszter úr elődje Lázár János a magyar állam legátláthatóbb beruházásának nevezte a tervezett bővítést. Ekkora arcátlansághoz még a sokat látott magyar adófizetők sincsenek hozzászokva. Az az igazság, hogy önök a projekt minden lényeges adatát titkosították, és a legalapvetőbb pénzügyi információkhoz is csak perek árán lehet hozzájutni. Ha viszont valaki átrágja magát az önök által felállított mesterséges akadályokon, rendre ugyanazoknak a Fidesz közeli oligarcháknak a nevébe botlik Paks 2 körül, akik más állami beruházásokon keresztül is rutinszerűen désbálják a közvagyont. Bánki Erik, az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának elnöke a vendégem. Jó estét kívánok! Hát, az imént miniszter úrral szakmáztunk, most megnézzük, hogy a politikai pártok, az ellenzék mit szól a paksi bővítéshez. Hát, hogyha summázni szeretném a véleményeket, akkor azt tudnám mondani, hogy nincs szükség paksi bővítésre, ezt mondják az ellenzéki pártok. Nem volt, nincs és nem is lesz. Nem meglepő egyébként az a politika, amit akár az LMP, akár a többi ellenzéki párt Paks 2 beruházása kapcsán folytat, hiszen ha visszagondolunk, 2010-től folyamatosan vészpadárként minden egyes olyan kormányzati intézkedést és olyan kormányzati lépést támadtak, amely egyébként a magyar emberek érdekeit szolgálta. Nem kérdés, hogy Paks 2 beruházás, és miniszter úr a számokat részletesen elmondta, Paks 2 beruházás az a magyar emberek érdekeit szolgálja, hiszen ahogy miniszter úr is hangsúlyozta, itt nem bővítésről beszélünk, az csak egy átmeneti időszak, 6-7 év, amíg a most meglévő 4 blokk és az új 2 blokk együtt fog működni. Tulajdonképpen ennek a kapacitásnak a kiváltása, amely 2035-től várhatóan megszűnik. Igen, csak ugye erre mondják az ellenzéki pártok azt, hogy ezt ki lehetett volna pótolni úgymond más módon is. Volt olyan vélemény, akik azt mondták, hogy például az importot lehetett volna növelni 30%-ról egy magasabb arányra, hogy ez lett volna a legolcsóbb megoldás. Aztán ugye ott van a megújuló energia. Szóval, hogy itt soroltak föl más alternatívákat is az atomenergián kívül. Ennek legalább olyan alapossága volt, mint a korábbi szakmai érveiknek, ami például a magyar gazdasági fordulat az általuk és a nemzetközi néhány nemzetközi intézet által is unorthodoxnak nevezett magyar gazdaságpolitikát támadta az elejétől fogva. Csak az ellenzék abban a hibába esett akkor is, hogy még akkor is támadta, mai napig támadja a magyar gazdasági növekedést, azokat az eredményeket nem akarja elismerni, amelyek kétség kívül mind a munkahelyteremtésben, mind a GDP növekedésében, mind az államadóság csökkentésében számszerűen megjelentek. Mi alatt már a nemzetközi közvélemény is megváltozott, és az IMF-től kezdve az Európai Bizottságig mindenki elismerte, hogy igen, a magyar gazdaság fenntartható növekedési pályán van. Ebben az esetben ugyanez a helyzet, hiszen azok az érvek, azok abszolút hamisak, amit mondanak. Álságos dolog azt állítani, hogy az import növelésével tudjuk a legolcsóbban pótolni mondjuk a Paks 2 termelési árait, hiszen a miniszter úr egyértelműen elmondta, hogy Németország, aki ugyanezen a pályán mozog, amiről ők beszélnek, és amely gyakorlatilag azokban az időszakokban, amikor se a szélenergia, se a napenergia nem nyerhető, akkor szenes erőművekből importálja a villamosáramot, és a magyar 34 forinttal szemben náluk 93 forint. Azt gondolom, se a magyar gazdaság, de elsősorban a magyar állampolgárok ezt nem tudnák, és nyilván nem is lennének hajlandóak megfizetni. A másik pedig a tárolási problémák. Nem tartott ma még az innováció, hogy olyan mértékben és olyan mennyiségben tudnának villamos áramot tárolni, például a napelemek által megtermelt időszakból, amely az éjszakai vagy azoknak az időszakoknak az igényeit ki tudná elégíteni, amikor nem süt a nap. Ugye térjünk vissza akkor Smuk Erzsébetre, akinek a mondatait az imént láthatták a nézők is. Ugye azt mondta, hogy a projekt minden lényeges tartalmát titkosították, nem lehet tudni, hogy valójában mi folyik a háttérben, és politikai kifizető helyként tekint Paks 2-re a kormány, ezt mondja az LMP képviselője. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy
a tényszerűséggel nagyon nehéz. Lehet vitatkozni, csak hát a titkosítás sok értelme az tényszerűen igaz 30 évre. Az nem kérdés, hiszen ez olyan nemzetbiztonsági kockázatokat jelentene, és ez nem csak Magyarországon van így, hanem Európában számos helyen, ahol hasonló beruházások történtek, és akár nukleáris energiával, de megjegyzem, más, például a szenes erőművek esetében is, ott, ahol a szolgáltatás biztonsága és a kiszámítható piaci ellátás indokolta, és ott ilyen típusú beruházások történtek, ott is azokat az adatokat, azokat az információkat értelemszerűen titkosítani kell, hiszen ezzel kiszolgáltatná magát az adott ország. És itt még az importra egy pillanatra visszatérve, valóban nem csak az árban nem tudnánk teljesíteni a paksi előállítás költségeit, ami nagyon fontos a magyar lakosság szempontjából, de legalább ilyen fontos tényező az a nemzetbiztonsági kockázat, amit ez magában hordoz. Hiszen ne felejtsük el, az elmúlt időszakok kritikus napjait vagy hónapjait, amikor például Lengyelországban ellátási problémák voltak, például Romániában ellátási problémák voltak, vagy Csehországban, éppen azokban az országokban, ahonnan importálni készülünk villamosenergiát. Nyilván ezek az országok ebben a pillanatban azt mondják, hogy bocsánat, nem adunk el villamosáramot, mert szüksége van a hazai gazdaságnak is erre. Az pedig, hogy kik és milyen módon fognak dolgozni a kivitelezésnél, éppen miniszter úr mondta el, hogy még nagyon távol állunk attól, hogy az érdemi beruházás, magának az erőműnek a beruházása meginduljon. Most az előkészítő szakaszban vagyunk. Nyilvánvalóan az eljárások döntő hányada az közbeszerzési eljárás lesz, tehát nyilvánosság előtt, és egyébként szigorú EU kontroll alatt fogjuk valamennyi esetben ezeket a kiírásokat kiírni, az elbírálásokat megtenni, és végül az eredmény hirdetésen a nyerteseket megnevezni. Na nézzünk még egy ellenzéki kritikát együtt. Szigetvári Viktor, Paks 2 és soha meg nem térülő tisztességtelen beruházás, ráadásul minden magyar családot 1 millió forintos adósságba taszítana. Ez gyakorlatilag nem más, mint egy orbitális nagy hazugság. Az egész engedélyezési eljárásnak az alapját képezte az az egyik fontos vizsgálati pillér, amit az Európai Unió végzett el, amely a projekt megtérülését firtatta. Valamennyi kérdés, még egyébként az ellenzéki támadások is ideértendőek, valamennyi olyan kérdés, ami a beruházással kapcsolatban felmerült, az EU minden kérdést végigvizsgált, és ő maga állapította meg azt, hogy igen, ez egy piaci alapon megtérülő beruházás. Tehát mindamellett, hogy a lehető legolcsóbban tudja biztosítani az áramot a magyar polgárok részére, amellett a kormány számára még piaci alapon megtérülő beruházásról van szó. Tehát Szigetvári Viktor szokásához híven most is hazudott. Mert hogy én is olvastam különböző számításokat, regionális energiagazdasági kutatóközpont, optimista esetben 66, realista esetben 106, pessimista esetben pedig 176 euró per megavattóra értékesítési ár szükséges a projekt megtérüléséhez, azért ezek magas árak. Hát ezek vadszámok. Magas összegek. Így van, vadszámok, ez nyilvánvalóan megrendelésre készült tanulmányokról beszélünk, hiszen azt ne felejtsük el, hogy az ellenzéknek a munkája és azoknak az NGO szervezeteknek a munkája, amik támadják a paksi beruházást, az nem más, mint a külföldi energetikai cégek lobby tevékenységének az eredménye. Hiszen egyértelmű, hogy itt azok az energetikai cégek érdekeltek a PAS 2 beruházás támadásában, akinek a piacát veszélyezteti ennek a megépülése, hiszen ha nem épülne meg PAS, ahogy beszéltünk erről, akkor 30%-ról 60% fölé nőne a magyar energiaimport igénye, ez pedig nekik egy brutálisan jó piacot és egy nagyon nagy profitot jelentene. Tehát ezekben az esetekben sem beszéltünk másról, mint piaci megrendelésről. Én azt gondolom, hogy az Európai Bizottságnak a számításait azokat nyugodtan vehetjük korrekt számoknak, hiszen alaposan nemzetközi szakemberek bevonásával történt ez az értékelés, és egyértelműen kimondta, hogy ez egy megtérülő beruházás. A szocialista frakcióvezető Tóth Bertalan azt mondta, hogy a választókra kellene bízni annak eldöntését, hogy kell-e nekik Paks 2 vagy sem, tehát egy széles körű társadalmi vita előzze meg, bár ugye hát népszavazást azt nem lehet tartani nemzetközi szerződés ügyében, legjobb tudomásom szerint, de valamilyen módon mégiscsak a választópolgárokra kellene bízni ennek eldöntését, hogy akarják. Ez részben már megtörtént, hiszen a 2014-es választások előtt egyértelműen a Fidesz a magyar parlamentben megszavazta Paks 2 bővítésével kapcsolatos hozzájárulását adta az bővítés előkészítésének. Ezután jöttek az országgyűlési választások, tehát minden magyar választópolgár tudatában volt annak, amikor kétharmaddal a Fidesz-KDNP pártszövetséget támogatta,
hogy igen, ez a kormány meg akarja építeni Paks 2-t. Ugyanaz a helyzet most is, semmi szükség népszavazásra, hiszen országos választások lesznek, most már tudjuk április 8-án, ismét lehetősége van minden választópolgárnak arra, hogy ebben a kérdésben is vélemény nyilvánítson. Aki a kormánypártokat fogja támogatni, az azt fogja támogatni, hogy megépüljön Paks 2, és ezzel a magyar állampolgárok részére a legkedvezőbb feltételekkel, a legnagyobb biztonsággal és a legkiszámíthatóbb ellátást tudja nyújtani a magyar kormány a jövőben is. Tehát akkor kijelenthetjük ezt is, hogy ez is az április 8-ai parlamenti választások tétje? Egyértelműen kijelenthetjük, és azt gondolom, hogy magyar választóknak majd annyi bölcsessége, hogy ezt el is tudják dönteni. Teljesen mindegy, hogy mit mond az ellenzék, vagy mit mondanak a kormánypártok, ők pontosan tudni fogják azt, hogy miért szavaznak a mostani kormányra, miért támogatják a Fidesz-KDNP képviselőit, és ebben benne van az is, hogy ezzel támogatják a Paks 2 beruházás megvalósulását. Köszönöm szépen. Köszönöm én is.